Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét a Döntés után című műsorunkban, amelynek állandó vendége Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm a meghívást. Ahogyan szoktuk, ugye a testületi ülés után mindig készítünk egy interjút polgármester úrral, és most a nyári szünet előtti utolsó testületi ülést tartotta meg Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete. Kicsit elemezzük, hogy melyek voltak a főbb napirendi pontok. Természetesen, mint minden testületi ülésen, vannak olyan napirendi pontok, amelyeket kötelező megtartani. Ugye ilyen volt a költségvetés megtárgyalása, hiszen jogszabály írja elő, hogy milyen időközönként kell felülvizsgálni egy képviselőtestületnek az éves költségvetését, és természetesen a szükséges módosításokat elvégezni. Ugye ez volt az a testületi ülés, ahol a jogszabályoknak megfelelően az alapítványok beszámolóit meghallgattuk, illetve azokat a beszámolókat, amelyek ilyenkor egyébként is szükségszerűen napirendre kerülnek, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem beszámolója, vagy a TRV RT-nek a végzett munkájáról szóló beszámolója, illetve személyi kérdések kerültek napirendre, ugye ez zárt ülés keretében, hiszen személyi kérdéseket csak így tárgyalhat a képviselőtestület a jogszabálynak megfelelően. Ugye egyrészt olyan kérdésekben, lakás és bérleti díjak kérdésében, másrészt pedig egy kellemes kötelességének is eleget tett a képviselőtestület ezen a zárt ülésen, hiszen a város kitüntető díjairól döntöttünk, amelyek majd természetesen az augusztusi ünnepkör keretében kerülnek átadásra. Ahogyan említette polgármester úr, a költségvetés tervezet módosítása is szóba került, melyek a fő pillérek? Ugye igazából nagyon nem változott a költségvetésünk, hiszen az év elején elfogadott költségvetésünk a terv szerint halad, mind a bevételi, mind a kiadási oldal. Ugye előfordul, és természetesen most is előfordult, hogy olyan pályázati összegekhez jutottunk hozzá, olyan pályázati források kerülnek beépítésre ebbe a költségvetésbe, amelyek kötelezően felülvizsgálandók. Ugye dönteni kell ilyenkor természetesen, hogy hova kerül be, mennyire érinti a, nem csak a bevételi, hanem a kiadási oldalt is. Tehát én azt gondolom, hogy nagy összegben nem változott, inkább csak egy ilyen rutinszerű felülvizsgálatra került most sor. A napi rendi pontok között szerepelt a 2017 óta a városunkban is működő közterületi térfigyelő kamerarendszernek a fejlesztése. Miért lesz erre szükség a jövőben? Behozta hozzá fűzött reményeket, tehát amikor elkezdte a képviselőtestület, illetve a város a közterületi térfigyelő kameráknak a telepítését, akkor egyértelműen az volt a cél, hogy azokon a frekventált helyeken, ahol közúti dolgokat érintő kérdésekben eldöntendő vitákat lehet majd megoldani, illetve nyilván itt a rongálások azok, amelyek egyértelműen rendőrségi kérésre kerültek felszerelésre olyan helyekre ezek a kamerák. Ezek jól működnek, segítik a közterületfelügyelők, illetve a rendőrség munkáját is. Nagyon sok olyan bűneset került feldolgozásra, illetve megoldásra, amelyekben nagy segítségre volt a térfigyelő kamera rendszer, és rendszeresen kéri is a rendőrség az önkormányzat segítségét. Ugye azokon a helyeken, ahol elsősorban vagyonmegőrzés céllal került felszerelésre, különböző játszóterek, parkok környékén, ott is ki tudjuk szűrni azokat a rongálásokat, és utána meg tudjuk tenni a jogi lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ne történjen többet ilyen. Folyamatosan fejlesztjük ezt a kamerarendszert. Ha jól tudom, jelenleg 71 néhány kamera van, ami a város különböző pontjain segíti az önkormányzat és a hatóságok munkáját. Ezt minden évben bővítjük. Ugye idén is arról döntött a képviselőtestület, hogy a költségvetésben szereplő összeg felhasználásra kerül. Most úgy döntöttünk, hogy a újonnan kialakított Erzsébet-ligeti parkba kerüljenek föl szerelésre ezek a kamerák. Megtörtént egyébként a munka is, a kivitelezés is, hiszen a park átadásra került, és mindenképpen úgy szerettük volna átadni, hogy a biztonsági óvintézkedések, már ami a kamerát illeti, az megtörténik. Én bízom abban, hogy egyre kevesebb szükség lesz majd a kamera felvételek visszanézésére, visszajátszására,
ami azt jelenti, hogy mindenki betartja azokat a írott és íratlan szabályokat, ami a közösségi együttélést segítik, de hát tudjuk, hogy ez egy álomvilág, tehát mindig lesznek renditások, mindig lesznek olyan közlekedési szabálysértők, amikor szükség van ezeknek a kameráknak a működésére. Szó volt a napi rendi pontok között az intézmények alapítókiratának a módosítására, beszéljünk erről is egy kicsit, illetőleg a nagy érdeklődésre számot tartó TRV ZRT-nek a munkájáról. Az alapítókirat módosítások azok elsősorban jogi előírásoknak a változásai miatt kellett, hogy megtörténjenek. Ugye olyan államháztartási részek módosultak, ami érinti az alapító okiratokat is. Nyilván ezt mindig az élethez kell alapítani, ezért történt. Van olyan, amely személyi változás miatt, de többségében a jogszabályi előírásoknak való megfelelést takarja. Igen, két beszámoló volt, ugye az ominózus ön által is említett TRV ZRT-nek a beszámolója, amely ellenzéki körökben egy kicsit, hogy mondjam, keményebb kritikát kapott, amely elsősorban szerintem az előző éveknek köszönhető. Mindenképpen el kell mondani, hogy nagyot javult a TRV ZRT-vel az önkormányzat kapcsolata. Közösen keressük azokat a megoldásokat, amely elsősorban az önkormányzat munkáját segítik. Ugyanakkor a TRV-nek is egy olyan hátteret tudnak biztosítani, hogy az együttműködésünkből mind a ketten tudjunk profitálni. Ugye mind az ivóvíz, mind a szennyvízrendszer fenntartása, karbantartása, működtetése, és ami az utóbbi időben ugye prioritást kapott önkormányzatunknál a gerinchálózatra való lakossági csatlakozás, az nem működne a TRV segítsége nélkül. Tehát én mondhatom azt, hogy picit talán döcögve indult ez az együttműködés, de az utóbbi hetekben, hónapokban felgyorsult. Köszönhetően ez nyilván a lakossági érdeklődésnek is. Ugye elindítottuk azt a programot, amely a lakosság csökkentett költségvetése való részvételét biztosítja, és ezt mi kiegészítjük önkormányzati költségvetésből, de ehhez, ahogy mondtam, szükséges a TRV hozzájárulása is. Tehát jó az együttműködésünk, közösen tudunk előre haladni, és én bízom abban, hogy ezt előbb-utóbb majd az ellenzéki képviselők is érzékelni fogják, és nem csak ilyen megrögzött hozzászólásaik lesznek, hanem valóban azt a munkát fogják értékelni, amit az utóbbi egy-két évben elvégeztünk. Közérdekű információ és a televízió nézőink számára is az, polgármester úr fogadóórája módosult, fogadóórái módosultak. Beszéljünk a részletekről, miért került erre sor? Igen, ugye SMS alapján került meghatározásra, nem tudom a pontos időpontját, de vélhetően akár 20 évvel ezelőtt került be az SMS-be az, hogy minden hét, nem tudom én, második keddi napján kerül fogadóra megtartásra. Ugye az élethez kellett ezt igazítanunk. Egyre többször különböző fórumokon meg tudjuk azt beszélni a lakossággal, tudunk találkozni. Ugye ma már az interneten keresztül sokkal könnyebb a kapcsolattartás, tehát nem is biztos, hogy feltétlenül személyes jelenlétre van szükség. Illetve azok az elfoglaltságok, különböző pályázati és önkormányzati megbeszélések, amelyek adhok jelleggel kerülnek megtartásra, egy picit nehézkessé teszik azt, hogy mindig, mindenkor ugyanabban az időpontban kerüljön egy fogadóra megtartásra. Ettől függetlenül egyébként természetesen lesznek, vannak fogadóórák, próbáljuk tartani a kollégákkal a két hetente való fogadóra lehetőségét, de ezt jobbnak láttuk úgy meghirdetni, hogy előzetesen a különböző médiákon keresztül időben meghirdetjük, illetve aki telefonon megkeresi a polgármesteri hivatalt, az rögtön tájékoztatást kap arról, hogy mikor lesz a következő fogadóra, és természetesen időpontot is kap, hogy azon a napon pontosan mikor tudunk találkozni és megbeszélni a lakossággal az ügyes bajos dolgokat, amit feltétlen személyesen kell megbeszélnünk. A testületi ülés napirendi pontjain túl melyek azok az aktualitások, amelyek jelenleg a város életének fókuszában állnak? Ugye nagyon sok beruházásunk van folyamatban.
ezeknek a beruházásoknak a koordinálása szinte mindennapos feladat. Nagyon sokat le tudtunk zárni az utóbbi időszakban, lásd a barna mezős beruházást, a különböző intézmények felújítását, a szociális otthon konyháját a napokban zártuk, zárjuk, jelenleg a helyszíni ellenőrzések, utóvizsgálatok zajlanak, de nagyon sok olyan pályázat van, amely indulóban van, illetve amelyeknek most történt gyakorlatilag a jogi közbeszerzési zárása és munkaterület átadások előtt állunk. Ugye tegnapi napon történt meg pont a mezőgazdasági útfelújításra beadott vidékfejlesztési pályázatunknak a munkaterület átadása. Ugye így nem sokat mond, de ha azt mondom, hogy az Ádor hídhoz vezető útnak a felújítása, akkor talán köznapi nyelven jobban hangzik. Tehát elkezdtük, egy hosszú-hosszú közbeszerzési eljárás végére sikerült pontot tennünk, megkaptuk a jogi engedélyeket, aláírtuk a szerződést, tehát most már a kivitelező múlik az, hogy előzetes egyeztetések alapján november végéig le tudja zárni az út felújítását. Többen kérdezték, hogy ez maga az útnak a felújítása, vagy elmegy az Ádor hídig. Ugye többször lenyilatkoztam én magam is, hogy az út felújítása és az út meghosszabbítása kerül az Ádor hídig. Az Ádor hídnál lesz kialakítva parkoló, megállási lehetőség, tehát aki úgy gondolja, az gyakorlatilag egy nagyon jó minőségű úton egészen az Ádor hídig tud eljutni. Ugye ez összefügg azzal a turisztikai elképzeléssel is, ami az Erzsébet liget és az Ádor híd közvetlen turisztikai összekapcsolását is lehetővé teszi, akár kerékpáros, akár pedig gépjármű forgalommal, illetve ennek fókuszában, majd hogy nem közepén, ugye a Szélmalmi fogadóház, illetve a Szélmalomnak a látogatása válik majd lehetővé. Én azt gondolom, hogy összességében az a szabadidő park, amely kialakításra került a ligetúti komplexumok, mert mondhatom azt, hogy több komplexum egységében, ugye ott egészen a Lomkorona sétánytól az erdei kerékpáros pályáig, az erdei tornapályán keresztül a jelenleg zajló ligetúti sporttelep felújítása, a barnamezős beruházás, a játszótér, az Erzsébet liget, aztán a nem soká átadásra kerülő Sámándob, illetve a fürdő fejlesztése is, ahol ugye most jelenleg zárójelben jelenleg elbontottuk a medencét és megérkezett a támogató okirat, tehát vélhetően tudjuk kezdeni az új medencének is az építését. Tehát ez a komplexum, amely a szabadidő hasznos eltöltését teszi lehetővé, ehhez kapcsolódik most majd ezzel az útfelújítással. Ha a turisztikai részét nézzük, akkor maga a Ádor híd is, amely azért azt gondolom, hogy nem csak a térségnek, nem csak az országnak, hanem világszinten is egy kuriózum a pusztában álló ötlyukú híd, tehát biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan fogják látogatni. Tehát így tudunk majd egy olyan komplex turisztikai vonzerőt nyújtani, amely vélhetően jelentős lesz azért a város életében. Persze ennek az útnak nem csak turisztikai vonzata van, hanem természetesen mezőgazdasági vonzata is, hiszen nagyon sok mezőgazdasági vállalkozást és földet tud bekapcsolni ebbe a hálózatba. Ilyenkor szokták megkérdezni azt, hogy miért nem más út, ugye miért nem a Magyarkai út, miért nem a Tilalmasi út. Ugye ez kimondottan mezőgazdasági vidékfejlesztési utak felújítására vonatkozott, és úgy döntött a képviselőtestület, hogy ha már mezőgazdasági utat kell felújítanunk, és vélhetően ekkora összeget tudunk ráfordítani, akkor legyen egy másfajta hozadéka is, tehát legyen egy olyan turisztikai kapacitás fejlesztése is, amelyet ki tud használni a város. Úgyhogy ez most folyamatban van, én nagyon bízom abban, hogy jó minőségben és hosszú távon fogja szolgálni mind a mezőgazdaság, mind pedig a turisztikai lehetőségeket. És akkor ugye itt menet közben elmondtam még néhány fejlesztést, ami folyamatban van, ugye az átadott játszótér, barnamezős beruházás és a hozzá kapcsolódó pihenőpark, hiszen ott nagyon sok pályázat futott össze. Ugye a különböző pihenőrészektől a rónai malom, a fásítás, a növényültetés, a gyümölcskert, és még sorolhatnám azt a sok-sok pályázati apróságot, ami ott egy helyen összejött. De lassan a végéhez közeledik a milánói világkiállítási pavilon, a népies nevén a Sámándobnak a
a befejezése, teljesen jó ütemben halad, és ellentétben azzal a, vagy azokkal a sajtóhírekkel, amely itt mindenféle negatív dolgot állít róla, hogy ez nem lesz négy évszakos, nem lesz biztonságos, és még sorolhatnám, hogy mi mindent állítanak, ezzel ellentétben, és nem lesz átadva időre, ugye ezzel ellentétben én azt gondolom, hogy időben át lesz adva, jó minőségben, biztonságosan és négy évszakosan elkészített szigetelésekkel, fűtéssel, hűtéssel, tehát egy olyan komplexum kerül kialakításra, amely hosszú távon fogja tudni szolgálni a város kulturális életét. Olyan szintér lesz, ahol mind kiállítások, mind koncertek, mind pedig különféle konferenciák, előadások megtartására egy nagyon vonzó és nagyon szép környezetben ad majd lehetőséget. Tehát én biztos vagyok abban, hogy ki fogjuk tudni használni a pavilon adta lehetőségeket. Ugye mellette a fürdőről már ejtettem szót, úgyhogy egyelőre ezek azok, amelyek napirenden vannak, legalábbis ezt a területet érintve. Fognak zajlani különböző útfelújítások, hiszen dolgozunk és dolgoztunk rajta. Ezeknek jelenleg a tervezési és előkészítési szakaszában vagyunk, és ahogy elmondtam előző interjúk során is, ugye elsősorban azokat az utakat szeretnénk első körben felújítani, amelyek úgynevezett gyűjtőutak. Tehát mindenképpen a Zöldfa út napirenden van, a Deák körútnak a felújítása, a Széchenyi sugárútnak a folytatása, az Ady Endre utcának az a része, amely ugye a járási hivatalt, orvosi rendelőt érinti, mindenképpen szükséges, hogy felújításra kerüljön. Tehát el kell kezdenünk valahol, tehát ezek a fő prioritások, és utána tudunk majd egyre kisebb és alsóbbrendű utak felé haladni. Ugye a Dózsa-György út az nem a város útja, tehát sajnálatos módon nekünk ebbe beleszólásunk nincs. A Magyar Közút dolgozik rajta, hogy minél hamarabb föl tudja újítani ennek az útnak az állapotát, hiszen azért nagyban befolyásolja a város közlekedését, egy fő közlekedési útról beszélünk. Zajlanak az oktatási intézmények felújítása is, hiszen, illetve építése, hiszen most már látványos az alapozás a Széchenyi, illetve a Vasútút kereszteződésében lévő új bölcsöde, négy csoportos bölcsöde építésénél is. Ott is folyamatosak a munkavégzések, úgyhogy nagyon sokan dolgoznak a nyári szünetben is, a szabadság előtt, szabadság után, de folyamatos az a munkavégzés, és folyamatos az a fejlődés is, ami a városban zajlik. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. A Döntés után című műsorunk várhatóan legközelebb, a nyári szünetet követő első testületi ülés után fog következni. Addig is nézzenek bennünket. Viszontlátásra! Viszontlátásra!